A COVID-19 elleni küzdelem élén az egészségügyi ápolók és technikusok harcolnak. A járvány kezdete óta nincs meghatározott munkaidejük. A nap 24 órájában elérhetőnek kell lenniük. Műszakjaik a legjobb esetben is 12 órásak. A közkórház légzőszervrehabilitációs osztályának főnővére Valentina Milanovics elmondta, annak ellenére, hogy mindenki jól ismeri és végzi a munkáját, azt sokkal nehezebb védőfelszerelésben végezni. Elmondása szerint az elején nagyon megterhelő volt, de gyorsan hozzászoktak az új körülményekhez. Te medicinsko-technické ráni, koje sestre izvode v smislu uvađenja krvi, merenja vitalnih funkcija. Azok az egészségügyi technikai műveletek, melyeket a nővérek végeznek, mint például a vérvétel vagy az életfunkciók vizsgálata, normális körülmények között egyszerűek. Azonban nagy mértékben nehezíti a helyzetet, amikor két pár kesztyűben, arcpajzsban, két maszkban, védőöltözetben kell dolgozni. Maga az érzés és a saját magunk, illetve a beteg állapotáért való fokozott aggodalom nem megszokott. De a járvány előre haladtával mindannyian hozzászoktunk az új körülményekhez, és minden nagyon jól működik. Kollégáiról és kolléganőiről beszélve a közkórház főnővére Liljana Cvijić elmondta, a COVID-19 vírus által kiváltott válság hatással volt az ápolók és a technikusok munkájára, akik emberségről, áldozatkészségről és önzetlenségről tettek tanúbizonyságot, és hangsúlyozta, hogy éppen emiatt tudták megfelelően kezelni a járványt. Sestre naše ustanove su uspele da prevaziđu jako teške situacije, velike probleme. Intézményünk ápoló nővéreinek sikerült átlendülniük a nehéz helyzeteken, a nagy problémákon, a stresszen, illetve a rendkívüli mentális és érzelmi feszültségen. Aggódtak és most is aggódnak a betegekért, családjuk és saját maguk egészségéért. De ennek ellenére továbbra is bejárnak a munkahelyükre. Ellátják feladataikat. Műszakjaik a legjobb esetben is 12 órásak. Végtelenül optimisták, mindig tetrekészek, és azt hiszem, mi vagyunk Florence Nightingale modern képviselői. Eredményes munkájukat mi sem bizonyíthatná jobban, mint az a tény, hogy a Szabadkai Közkórháznak sikerült megakadályoznia a vírus a kórházi személyzet között való elterjedését, hangsúlyozza a főnővér. Ez is tudásunkat, komoly hozzáállásunkat és a jól elvégzett munkát bizonyítja. Egyetlen nővérünk sem fertőződött meg. Az egészségügyi ápolók világnapjával Florence Nightingale-re, a modern ápolás mint elismert foglalkozás úttörőjére emlékezünk, aki 1860-ban a Szent Tamás kórházban megalapította az első ápolóiskolát, ezzel lehetővé téve az ápolók minél eredményesebb oktatását.